ígértem a lapszámra és mondandom végén egy röpke kis meglepetést, hát a röpke meglepetéssel most tudunk szolgálni, stílszerűen szabadon lopva egy másik szerzőtől azt is mondhatnám, hogy üdvözöllek dicső lovag, mert hogy egy eredeti templomos lovag érkezett a stúdiómba, aki civilben a hazai orgonaművészet egyik élő legendája, Rákász Gergely orgonaművész. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. És még a de semmiképp nem röpke. Nagyon gyorsan el kell mondjam, ha nem röpke, így van, hogy Győr megyei jogú város kulturális nagykövete. Köszönöm, igen. Kedves nézők, önök is nagyon jól tudják, hogy Rákász Gergely egy hatalmas koncertet hoz ma este, fél 9-től Közép-Kelet-Európa és kis hazánk leggyönyörűségesebb szabadtéri játszóhelyére, a Szarvasi Vízi Színházba, így aztán időnk egy kicsit behatárolt, de megpróbálunk néhány izgalmas dologról azért ebben a párbetben beszélgetni. Én azt olvastam a sok-sok olvasmány közepette rólad, Gergely, hogy Trianon 100. évfordulójának tiszteletére ennek alkalmából a győri Széchenyi téren egy hatalmas koncertet adtál. Amennyire hatalmasat lehetett adni a, hát az COVID járvány kellős közepén, az volt egyébként, ha már így in medias res a közepében, az volt egyébként a legszebb ebben a koncertben, azon túl, hogy meg lehetett tartani, hogy végre kimehettünk egy kicsit, az volt a legszebb, hogy ott voltak az emberek. Tehát rossz idő volt, Covid járvány volt, valahogy sehogy, ráadásul még nem is a napján volt, mert a tévé kérte, hogy hadd vegyék föl, és aztán hadd kerüljön ez műsorba, tehát minden ellenünk szólt, és valami fantasztikus volt látni, érezni, hogy annak ellenére, hogy rossz idő van, esik az eső, emberek ott állnak az esernyők alatt, jöttek megemlékezni, gondolni, szóval van valami, én azt gondolom, az összetartozás gondolatában, ami nem csak gondolat, hanem nagyon sok emberben egy nagyon erős kapocs. Igen, csak nagyon gyorsan elárulom a nézők kedvéért is, meg a kedvedért, hogy nem méltóan kérdeztem, mert még szinte nyomdafesték illatú a Nemzeti Örökség Intézete által patronált Nemzeti Örökség füzetek 24-es darabja, amelynek a címe nagyon-nagyon hízelgő számunkra, a Szarvas a történelmi Magyarország földrajzi középpontja, úgyhogy ezt szeretettel átadom neked. Köszönöm szépen. És hogy jó hírét vidd a Szarvasi Vízi Színháznak, van egy tavaly elindított szolid kis sorozatom Szarvas Színház történetéről, ezt fogad szeretettel. És akkor már is folytassuk, hogy aki az életrajzodat böngészi, az egy nagyon izgalmas dátumot talán a legelején, hogy te a Jézus, az Úr születése előtt egy nappal születtél. Ez mennyiben volt meghatározó a gyerekkorodban? Hát szörnyű volt, mit tagadjam. Tekintve, hogy a szüleim olyan normális emberek voltak. Tehát, igen, tehát, na hát biztató, hogy az embernek normális. Tehát, hogy úgy volt dolguk. Igen, és igen. Akkor az én születésnapom az mindig az volt, hogy nagyon boldog születésnapot, elénekelték, amit kellett. Hát torta most nincs, hanem majd holnap lesz egy nagyobb ajándék a fa alatt. És akkor én ezzel ültem ott, majd holnap lesz egy nagyobb ajándék a fa alatt. Szoktunk vele viccelődni a családban, hogy azért lett ez az ambíció az életemben, hogy ezeket az ajándékokat, ezeket behozzam a saját munkámból, de hát ez igazából csak móka. Amikor ezt úgy felvetettem, hogy én azért szeretnék születésnapot is, akkor édesanyám különösen nagy erőfeszítések árán, de még karácsony előtt még legalább egy kis tortával kedveskedett. Az én esetemben ilyen egy sima, egy fordított alapon hasonlóképpen működött, miután Jánosnak kereszteltek, és hát uram, bocse, karácsony után van a János nap. Ez boldogult apám mindig úgy pótolta, egy kis pótkönyv ajándékkal, azért meglepett. Hát a torta az meg valahogy ott a Jézuska érkezése, meg a másnap között azért mindig anyám részéről szintén elkészült.
mi mindennel leped meg, nem árulunk el mindent, de azért nagyjából a mai koncerteden a közönsége. Hát három rétegű lesz ez a műsor. Az első, a legnyilvánvalóbb, arra azért törekszem úgy az egész pályám alatt, hogy szép zenéket kapjon a közönség. Jó hangulatban indultam, kisfiam születésnapja van ma, úgyhogy azt gondolom, hogy ez szüli napja a második. Ő a kisebb. Köszönöm szépen. Úgyhogy jó hangulatban indultam, tehát azt gondolom, hogy ami úgy emberileg meg lehet, az talán meg lesz. Aztán van még két másik rétegünk, emlékezni fogunk egy kicsit Beethovenre, hiszen 250 éve született ez a remek mester. És Bartók pedig 75 éve távozott az élők sorából, és ők két külön aspektusát mutatják majd meg a sorsnak, Beethoven az 5. szimfóniával, a sors szimfóniával, hogy mit gondolt ő arról a fajta sorsról, ami úgy rázuhan az emberre, ami elől nincs menekvés, ami hát olyan, hogy őrülnek a kerekek, és akkor oda az ember egyszer bedugja valamiét, és akkor úgy bedarálják. És akkor ott van Bartók, aki erre ad majd egy másfajta választ, és ezt a koncerten kifejtem, hogy gondolkozik ő erről, hogy gondolkozom én erről, hogy vajon minden áron be kell-e darálják az embert a sors kerekei. Ez a másik rétege, tehát a koncertnek egy picit megemlékezünk az évfordulósokról, de van egy mély rétege, Trianont említetted az előbb. Ha már idén 100 éve van, hogy ránk erőltették a békediktátumot, akkor én minden koncerten megemlékezem egy kicsit erről, és ebben a mély rétegben emlékezem meg. Jó Isten, tartsa meg a szokásokat. Tehát nem akarnám én ezt mindenkinek egyértelműen a torkán letolni, hogy én mit gondolok erről a helyzetről, de úgy építettem fel az egész koncertet, hogy a háborúval indítunk, Holst bolygók szvítjéből a Marssal, ugye Mars isten a háború istene volt, egy egészen elképesztő erejű darab ez a Mars bolygóról, Mars bolygó által ihletett műalkotás. Olyan egyébként, hogy kilopták a szemét is a Csillagok háborújához, a Gladiátorhoz, filmzenékbe csipegettek belőle, mert egészen izgalmas zene, úgyhogy a háborítól indulunk. Aztán Kodállyal folytatom, a három epigrammát játszom tőle, hogyha háború, akkor utána azért illik a gyásszal foglalkozni. Akkor utána jön Beethoven, és elmerengünk azon, hogy vajon milyen a sors. Olyan, mint amit Beethoven gondolt róla, hogy rázuhan az emberre, vagy Beethoven után Bartóktól játszom, kicsit merészen, de azért merészen, mert én nekem dolgozik egy alapítványom a határon túli területeken, kis falvakba, szórványba viszünk kultúrát. De olyan emberek álltak mellénk. Milyen területen? Egyelőre Erdély és Kárpátaljával szemezünk, de hát tavaly indult. Úgyhogy most idén keresztül úszta a számításaink zömét a vírus, de dolgozik egy alapítványon, Bogányi Gergely állt mellénk, Boros Misi a virtuózokból, Kautsky Armand, Rátóti Zoli, Tolvaj Ferenc a fővédnökünk. Hogy legyen ott is kultúra megtartó jelleggel, ahol egyébként nincs, mert és ez úgy kell, mint egy halat kenyér. Úgyhogy ezért én merem Bartóktól játszani a román népi táncokat. Hogy? Azért, mert én meg azt gondolom a sorsról, hogy persze van sorsszerűség az ember életében, de nagyon fontos az, hogy mik a mi cselekedeteink. Bizony. És a saját cselekedeteink azok erősen befolyásolják a sorsunkat. Bartók meg úgy volt ezzel, hogy fölvette a bolgár ritmust, fölvette a román népi táncokat a földről, ugyanúgy, hogy a magyarság kincseit is fölvette a földről, mert volt neki a tiszta ember, volt neki a gazember. És én azt gondolom, hogy tele vagyok történetekkel a határon túli munkánkat illetően, hogy milyen gördülékenyen mehet az együttélés, amikor a román rendőr szinte vigyázba vágja magát, amikor mondom, hogy jótékonysági koncerteket megyek tartani ide-oda, amoda. Azt mondja, menjen művész úr, csak ne hajtson gyorsan. Akkor, amikor ülünk a sajtófőnökömmel egy vacsorán, és egy román zenekar játszik román zenét, és én azon gondolkozom eddig telt szívvel, hogy ezekkel az emberekkel én bármikor megiszom egy pálinkát. Mert akik így játszanak, akiknek ilyen a lelke, azok ott nincs probléma. Úgyhogy erre hegyezem ki a Bartóki gondolatot, hogy igenis volt 100 év, ami olyan volt, amilyen, ebben mindkét félnek sok sara van, de a következő 100-nak különnek kellene lenni. És ebben nekünk is. Hál' Istennek voltak azért olyan, ha nem is hosszú korszakok, vagy korszakocskák, és azért mindig voltak olyan területei az országnak, ahol a lehető legnagyobb békében, barátságban éltek a nemzetiségek. Lásd Szarvas, ha már Szarvason, itt a
Kárpát-medence miatt, ami közepén beszélgettünk. Ezt te tudtad, gondolom, hogy mi egyben nem csak történelmi ország közép vagyunk, hanem a Kárpát-medence. A mértani közép igen, is? Igen, nem tudtam. Igen, hát most ma is tanultam. Na, nagyszerű. És nem véletlenül beszélgünk, a nézők ezt azért sejtik, hogy miért is trécselünk most ilyen dolgokról, mert előtte vagyunk, holnap lesz itt a Kárpát-medencei búzaöntés ünnepe, a magyarok kenyere mozgalmon belül. Tehát jaj, ez ugye nagyon fontos. Közjogi méltóságaink közül néhányan is Böjte Csaba is megtiszteli az ünnepet, írt ez Kövér László, Úr Jakab István, hadd ne soroljam tovább, és az agrárminiszter Nagy István. Tehát itt azért mindig István kellene. István a földik vagyunk, ő is kisalföldi. Pontosan. És még széljegyzetként nagyon gyorsan hozzáteszem a Bartókról mondott gondolatodhoz, hogy hál' Istennek azért a többi művészeti ágban is azért a legnagyobbak mindig így tudtak gondolkodni. Most bocsánat, tönkényesen irodalmi példát említek, csak kettőt, nem sokat. Akár Nagy László költészet, ugye a bolgár balladák nagyszerű művelése, de ha már Erdélyt említjük, hogy akkor Vas Albert Fontinelli boszorkányok, káprázatos. Önmagában Nobel-díjat érdemelt volna. Mindig olyan fura arccal nézem, amikor nácizzák szegényt, mert meg embergyűlölnek mondják szegényt, mert én nagyon sokat olvastam Vas Albertől is. És ha valakinél egy fikarsznyi embergyűlölet nincs, hanem pont inkább a szeretet az egymás mellett él is. Az a baj vele inkább, hogy néven nevezi a gazembert. Igen, és az őszintéség az mindig. És az őszinteség az fájni tud. És aztán, hogyha annak a gazembernek annak épp román egyenruhája van, vagy annak éppen magyar egyenruhája van, vagy zsidó egyenruhája van, azoknak éppen egyenruhájuk nem volt, de érted az analógiát, akkor nyilván ezt valaki magára veszi, de én nem érzek Vas Albertnél, legalábbis a műveiben semmi olyat, hogy szívesen olvasom. Igen. Visszatérve a kis köszöntésemhez, hogy lettél te annak idén templomos lovag? Ugye ezt tudjuk, hogy nagyon sokféle lovagrend működik most már Magyarországon is, de miért éppen a templomosokat? Hát ez ilyen deus ex machina, tehát hogy épp akkor voltam ott, ahol lenni kellett, nem sokkal előtte költöztem haza Amerikából, és olyan kicsit olyan baráttalan voltam itthon, vagy úgy olyan elveszve voltam, és pláne, ugye ez 2005-ben volt, pláne akkor konzervatív gondolkozással, keresztény értékek mellett, hát az ember nehezen talált barátot. Pláne, hogyha ha a művészi társaságban emlegettem én a konzervativizmust, akkor ott aztán gyorsan a margon találtam magam. És akkor ugye egy kicsit olyan tanástalan voltam, hogy hogy és merre, és erről beszélgettem egy remek barátommal, történetesen pap az illető, és utóbb derült ki, hogy ő a templomos lovagrend nagymestere, és akkor meghívtak engem kezdetben, mint novíciust, és akkor egy év tulajdonképpen próbaidő után mondták azt, hogy oké, akkor jöhet a teljes jogú lovaggá avatását. Az a szerencse, hogy olyan sok oldallépést nem kellett tennem a rendi tagságért, mert azt várjuk el a tagoktól, hogy abban, amit ők tesznek, abban excelláljanak. Tehát abban igyekezzenek a lehető legtöbbet kihozni magukból. Van köztünk orvos, van köztünk ügyvéd, de van köztünk nagyvállalkozó, van köztünk pap, én orgonaművészként, tehát nem várják tőlem azt, hogy bálássuhát gyűjtsek, hanem azt várják tőlem, hogy egy értékrendet képviseljek a saját munkámon. Ez nagyon is fontos. Sokszor, bocsánat, most őszintén fogalmazok, csak a néző kedvéért is mondom, hogy sokszor elértéktelenedő európai világok, meg ez még közepett, azért nagyon fontos, hogy ezen értékeket megőrizzük és tovább adjuk gyerekeknek. Hát nagyon könnyű azt hangoztatni, hogy toleránsnak kell lenni, és mindent megengedőnek kell lenni, csak mindig úgy érzem, hogy toleráns az ember akkor tud lenni, hogyha képvisel valamit. Pontosan. Hogyha semmit nem képvisel, akkor mihez képest toleráns? Igen, mihez képest elfogadó? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy számomra ez és ez az
érték, ehhez képest tudok toleráns lenni. De hogyha egyszerre hirdetem, hogy toleránsnak kell lenni, és mindent el is kell fogadni, akkor ez önmagában véve ellentmondás. Csak bizonyos, csak konkrét értékrend mentén lehet az ember elfogadó, és akkor azt tudom mondani, hogy igen, én ugyan nem értek egyet azzal, amit a másik ember képvisel, de tekintve, hogy egy másik emberről van szó, elfogadom őt, mint embert. Noha az érvelését vagy az értékrendjét nem. Ez valóban tolerancia. A másik oldal, amikor ezt csak pufogtatják, az inkább ilyen erényfitoktatásnak tűnik nekem, hogy mindenáron jó fejnek akarok tűnni a közösségi médiában, és akkor igen, mondok valamit. Így van. Csak arra, ha már itt tartunk, folytassuk, egy gondolat erejéig azért a kulturális nagyköveti poszttal is, illetve nagyon-nagyon megtisztelő feladattal, mert azt gondolom, hogy egy ekkora város, mint Győr, hogy felkért, mint kulturális nagykövetként téged, nem tudom, hogy mikor történt ez. Húha, talán 2006-7-8, most már úgy bő 10 éve. Igen. Hála Istennek ezért is úgy voltam, hogy ehhez se kellett egy lépést se tenni oldalra, hiszen ugye én járom az országot, most már inkább csak, ha külföldet nézzük, akkor inkább a Kárpát-medencét. Hála Istennek az életrajzomban beírhatom Amerikát is, meg Európát is. Tehát hát jócskán. Ez így megvolt, és most már olyan nagyobb örömmel mozgok magyar lakta területeken, úgy érzem, hogy itt többet tudok tenni. Amikor hazajöttél egyébként Amerikából, akkor tartottál valami 1500 koncertnél nagyjából? Mielőtt elmentem. Mielőtt elmentem 500 körül, és aztán mire hazatértem addigra. Igen, olvastam, hogy hát most hol tartasz, mert az már nem most volt. Kicsivel 2000 fölött. Kicsit 2000 fölött. Úgyhogy jó sok van, de pontosan a menedzsmentet kéne megkérdezni, hogy hány. Még egy kicsit maradvánél a kulturális nagyköveti munkálkodásodnál. Manapság ez a gyakorlati életben, művészetedben ez mit jelent? Ugye, tehát az a szerencsé, hogy nem kellett másik vágányra lépnem azért, mert a város ebbe az irányba terelt engem, vagy felkért, vagy kitüntetett, ha úgy tetszik, mert ezt csináltam korábban is. Tehát képviselni azt, hogy én büszke győri vagyok, nem volt nehéz. Utazni igen, azzal, hogy én büszke győri vagyok, nem volt nehéz. Igen. Ami egy kicsit izgalmasabb, és különösen a fővárosi barátaim szokták rá fölkapni a fejüket, hogy én büszke vidéki vagyok. Tehát mindig olyan furcsán néznek, hogy te nem élsz Budapesten. És hát én mindig el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy orgonáljak, ahhoz egy orgona kell, és nem a budapesti dugó. Tekintve, hogy nem veszek részt a celeb életben, ezért még csak az se kell, hogy esténként vagy délelőttönként tévéműsorban esténként meg partikra járja. Tehát én élem a vidéki arisztokrácia békés nyugodt életét, zöldben, madárcsicsergésben, békében. Eljárok gyakorolni, van időm a családomra, és akkor megyek el otthonról, akár Budapestre, akár ugye a turnéimra, amikor erre szükség van. Úgyhogy tulajdonképpen ezt teszi ki a kulturális nagykövetség. Ez is egy értékrend, ahogy én felfogom, nem minden arról szóljon, hogy ha akarsz valamit, akkor költöz egy nagyvárosba, és ott nyomorog hering mondjára, hanem igenis lehet vidéken szépen élni, vidéken méltón élni, sőt, alkalmattán méltóbban és szebben, legalábbis, hogyha valakinek fontos az, hogy időnként talajt érezzen a láb alatt, és ne csak betont. Említed a családot, tehát nyilván, hogy a kisebbik gyermeked szülinapja apropóján is, akkor még egy gondolatot erről is beszéljünk, egy mondatot legalább, hogy a gyerekeid mennyire musicálisak? Nagyon. Nagyon? Az nagyon jó. Nagyon, de erőltetni nem erőltetni. Nem is szabad. Tehát, hogy Marci 5 éves, gyönyörű, szépen, tisztán énekel, jól ritmizál, tehát ami kell, az úgy látom, hogy a csomagban megvan. Bence ugyanígy, igaz, hogy még csak 2 éves, de felismerhető, amit dudorászik, amit a Marci énekel, azt pillanatok alatt utána énekel. Az igen. Úgyhogy zongorához mind a ketten maguktól odaülnek és pötyögnek, de azért pici gyerekek, tehát én azt láttam rajtuk, hogyha hosszú ideig kell koncentrálni, hogy próbálkoztam különösen Marcinál, hogy na akkor üljünk le, és akkor kezdjük el. Igen. Elveszíti a türelmét, én meg megutáltatni nem akarom. Nem is. Ráadásul művésznek lenni, sportolónak lenni, ez annyi lemondással, annyi kemény gályázással járó élet, hogyha ezt az ember nem önként választja, és szenvedélyből csinálja, akkor jó
jobb, hogyha elmegy és választ egy polgári foglalkozást magának, és csinál bármit, mint ez csak szenvedéssel lehet. Tehát hogy reggeltől estig ott az embernek a zene, vagy a sport, vagy a képzőművészet körül forog az élete, ez csak úgy lehet, hogyha ezt reggeltől estig szereti. Az, hogy az apja azt akarná, hogy ő csinálja, mert az egyébként nem, muzikális, az nem fog menni. Nem, az valamilyen szintig, vagy szintöcskéig eljut, és aztán kész. De számtalan példát tudnánk erre mondani, és sajnos annyira ketyeg az óránk, hogy még egy kérdés azért bele kell férjen az időnkbe. Számolgattuk itt a beszélgetésünk kezdete előtt, kedves nézők, hogy Rákász Gergely vajon hányszor volt szarvason. Nagyon sokszor nem tudnám megtippálni, de itt a szomszéd helyeken is, és főleg Békés Csabán is számtalanszor megfordultál. Így van. Mi a kérdés? Az a kérdés, hogy hányszor voltál nagyjából. Ja, Istenem, hát ez föladod vele a leckét, nézd. Ugye körülbelül 2000-ben kezdtem én olyan komolyan koncertezni. Előtte is voltak hangversenyek, mert én 15 évesen adtam az első koncertet, a kislányt el akartam művölni vele, és aztán erre, hogy fölfigyelt néhány menedzser, és azt mondták, hogy na ez a csávó, ez jó gyerek, mert ez fölmerülni a hangszerre, és már játszani. És akkor szerveztek koncerteket, tehát előtte is voltak hangversenyek, de ez igazából 2000 óta elképesztő léptékre nőtt. És akkor azóta, hát majdnem minden évben, talán úgy 2010-ig. Igen. És akkor onnantól fogva volt egy tudatos visszalépés, és azt mondtam, hogy nem vállalok annyit. Igen. Még nem volt 2010-ben család, csak azt éreztem, hogy el fogok fogyni. És azt mondtam, hogy a kevesebb több, lehet, hogy néhány helyről majd át kell menniük a másik városba koncertezni, de inkább legyen még 80 évesen is koncertem, vagy 70 évesen is koncertem, mint hogy egy jó kis infarktussal feküdjek valahol 50 évesen. Úgyhogy visszavettem, lassítottam, és az életem egyik legjobb döntése volt, hogy nem dolgozom annyit. Még nagyon sok ilyen hasonló jó döntést kívánunk, és izgalmasan várjuk a ma esti koncertedet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kedves nézők, önöknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és ha még nem vették meg a jegyüket a ma esti Rákász Gergely koncertre, akkor tegyék meg személyesen a Szarvasi Vízi Színházban. Van még idő. Azt hiszem, hogy ingyenes a koncert. Nekem úgy rémlik, hogy ez egy gesztus most, a vízi színpad részéről. Azért kevertem, voltak itt ilyen bónusz megoldások, más jegyvásárlásokkal kapcsolatban, de lehet, hogy akkor ezt teljesen ajándékba kapják, akarok. Mert akkor a Edwin Martontól is ingyen kapja. Nekem úgy rémlik, hogy... De mindenkit arra biztatok, hogy jöjjenek, így hogy van. Jöjjenek, és legyen ez egy zenei örömeste mindenkinek, aki ott lesz ma 8:30-tól a Szarvasi Vízi Színházban. Köszönöm még. Köszönöm szépen. További szép esti órákat, hölgyeim és uraim, hétfőn pedig jövünk a szokott időben. Minden jót!